adventi hangversennyel köszöntötték a közelgő ünnepeket a Magyar Honvédség katonazenészei. A karácsony hangulatát megidéző klasszikus és filmzenei dallamok hagyományosan a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ színház termében csendültek fel. A Magyar Honvédség központi zenekarának ünnepi koncertjén mások mellett jelen volt Varga Tamás, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, és Zsiga Tamás László, humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár is. Köszöntő beszédének kezdetén Ruszin Szendi Romulus altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka szólt arról a pályázatról, amelynek keretében általános iskolások öntötték rajzba, mit jelent számukra a hazaszeretet és a honvédelem. Több mint 1700 pályamű érkezett, amelyeket misszióban szolgáló magyar katonáknak fognak eljuttatni, hogy ők is érezzék, a haza gondol rájuk. A Magyar Honvédség parancsnoka oklevéllel mondott köszönetet személyes kedvenc rajza alkotójának, Vinnai Saroltának, illetve 1700 társának, amiért gondoltak a katonákra. Mint beszédében Ruszin Szendi Romulus altábornagy fogalmazott, az elmúlt évekhez hasonlóan a 2022-es esztendő is kihívásokkal teli volt. Ez a háborút nem tudjuk kikerülni sajnos. Ez itt van a szomszédban is, és valóban az itt ülő tisztek, tábornokok, altiszteknek egy jelentős része tudja, hogy milyen a háború. Voltunk ott. Éltünk benne. Sőt, azt is tudjuk, hogy milyen, amikor a szomszédban háború van, hiszen a délszláv válság, az ugyancsak, akik itt ülnek, elég sokszor voltunk készelébe és készültünk. De februárban, amikor kitört a háború, akkor nem tudtuk, hogy elérje a magyar-ukrán határt. Nem tudtuk, hogy Magyarország területét elérje. És meggyőződésem, hogy az az együttműködés, amit a Magyar Honvédség megvalósít a társszervekkel, a minisztériummal és a civil emberekkel, az segített nekünk abba, hogy mindenre felkészülve igenis meg tudjuk védeni Magyarországot és a magyar embereket. A Magyar Honvédség parancsnoka hozzátette, e koncert a hála hangján szól mindazokhoz, akik hazánk biztonságát szolgálják. Mint rámutatott, sokan közülük most is a határon, vagy épp missziós területen szolgálnak. Ez az este ma erről szól, a köszönetről szól. Itt vannak azok a kollégák, akik vezetik a Magyar Honvédség alegységeit, egységeit. Itt van a minisztériumi államtitkárok, helyettes államtitkárok, kabinetfőnök, aki nélkül nem lehetne a nagy egész egységes, és itt vannak azok a civil entitások képviselői, akik önzetlenül támogatnak minket a mindennapi munkavégzésben. Ezzel a koncerttel szeretnénk köszönetet mondani, és higgyék el, az itt mögöttem lévő csodálatos zenekar az a saját szakmájában világszínvonalú, ugyanúgy világszínvonalú, mint a magyar katona, akit most itt csak a sapka jelképez. A koncerten Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök közösen gyújtotta meg az adventi koszorú utolsó, negyedik gyertyáját. A hangverseny fináléja kellemes meglepetést tartogatott a közönség számára, egy váratlan pillanatban ugyanis a Magyar Honvédség parancsnoka is színpadra lépett, hogy a katonazenészekkel alkotott alkalmi kötelék dobosaként aktívan is kivegye részét az örömkoncertből.